több száz millió dollárt spórolhatna Amerika évente pusztán azzal, ha betűtípust váltana egy 14 éves amerikai diák szerint. Vagyis, ha az adminisztráció a megszokott Times New Roman helyett egy vékonyabb betűtípust használna, akkor kevesebb tinta és papír fogyna. A magyar szakemberek a tanuló beszámolóját sokkal inkább egy környezettudatos felhívásnak, mint sem valamilyen szakmailag indokolt felvetésnek tartják. Bakos Piroska és Péter Judit járt utána, hogy valóban ilyen egyszerű a megoldás. Kiszámoltam, hogy az amerikai kormány 234 millió dollárt spórolna évente csak azzal, ha átváltana a megszokott betűtípusról egy másikra. A garamond vékonyabb, szellősebb, vagyis kevesebb tinta kell hozzá. Ilyen egyszerűen magyarázta el a CNN-nek Suvir Mirchandani, mire jött rá, miközben egy iskolai versenyre készült. A 14 éves Pittsburghi srác szerint 30%-kal kevesebb tinta, és ezzel együtt jóval kevesebb papír fogyna. A minden állami dokumentumhoz ezt a betűtípust választanák. Ha nem ebben a világban élnék, akkor azt mondanám, hogy megdöbbentő, de ebben a világban élek, és ezért azt mondanám, hát fantasztikus, ez valami csodálatos. A cinikusság érezhető a hangján, de a tervező grafikus segítségével szemléltetjük a különbséget. A jobb oldali a garamond, a bal pedig a Times New Roman betűtípussal nyomtatott szöveg. Nem csak ott spórol, hogy vékonyabb a vonala, tehát a 400 millióban nem csak ez van benne, hanem egy kisebb képű betűről is van szó. Ezen spórolhatunk lapokat is. Ezen ez a másik spórolási lehetőség, hogy terjedelmet spórolunk. Ha már fölrúgunk mindent, és ha már csak a pénz számít, hogy hát akkor ne garamondból szedjék azt a szöveget, hanem szedjék egy talp nélküli betűből, egy talp nélküli antikvából. Ergo ebből a 400 millióból akár 6-700 milliót is nyugodtan lehetne csinálni. A Times betűtípus a legolcsóbb és a legelső számítógépekben is szerepelt már, ezért megszoktuk azt. A szakember nem hiszi, hogy ez olyan jelentős költségcsökkenéssel járna, hogy fel kelljen adni a megszokott megjelenési formákat egy-egy állami intézménynél, ahol sok évtizedek kialakult arculat szerint nyomtatják a kiadványokat. Mert akkor hova veszne a hagyomány, a stílus, az egyediség és az arculat? Elmehetek én az operába, a díszelőadásra, melegítőbe és tornacipőbe, már lehet, hogy manapság már nem is fognak olyan furcsán. Azt fogom mondani, amikor bemegyek, hogy ez sokkal olcsóbb, mint a smoking. A Story magazin művészeti vezetője szerint az utolsó utáni szempont a kiadóknál az, hogy a betűtípus változtatásával spóroljanak, mert az a példányszám rovására menne. Elsődleges a betűknek az olvashatósága. Senki nem akar olyan újságot olvasni, amit nehezen vagy elég tud csak elolvasni. Az ilyen újságokat általában visszahajtogatják és visszateszik az asztalra. Szerintem a legutolsó szempont ez az ökotulajdonsága a betűnek. Mi biztos, hogy úgy fogunk betűt választani, hogy ki fog ezt az újságot elolvasni, és hogy nagyjából milyen hangulatot, milyen funkciót szánunk egy-egy ilyen újságnak. Ő még nem találkozott olyan nyomdával, amely olcsóbban vállalna egy nyomtatást, mert más a betűtípus, és az kevesebb festéket igényel. Nagyon fura lenne, hogyha holnap az itt látható újság, mondjuk a Story magazin, az 10 oldallal kevesebb terjedelemmel jelenne meg, csak azért, mert lecseréltem a betűtípust. Vagyis igen, meg lehet spórolni így milliókat, de akkor dobjuk a címeket, a fotókat, a bekezdéseket is. És ha még ez sem lesz elég, akkor ott az online, akármilyen vastag betűkkel. Péter Fiudit, Hír 24.